Patrícia a belgyógyászati osztályon főnővérként dolgozik. Nem hitt a misztikumban, a paranormális dolgokban, így csak legyintett, ha egy beteg elköszönt tőle és azt mondta, hogy ma meg fog halni. És bár jól volt, nem volt semmi előjele a halálának, mégis bekövetkezett. Amikor ez többször is előfordult, Patrícia már elgondolkodott, hogy ez nem lehet véletlen. A legemlékezetesebb ilyen esete Béla bácsival történt. Hónapokig feküdt az osztályon az idős férfi, rákos volt. Nagyon a főnővér szívéhez nőtt, sokat beszélgettek. Béla bácsi nem félt a haláltól, és azt mondta, hogy a túloldalról jelez majd Patríciának, hogyha minden rendben van vele. A halála napján azzal fogadta a szobába belépő nővért, hogy aznap este már odaállt fog vacsorázni. Délután 4 órakor halt meg. Nem sokkal később a kórterem ablaka kinyílt, pedig el volt fordítva a nyitókkal. Patrícia oda ment becsukni, de néhány perccel később ugyanez megismétlődött. Heteken keresztül pontosan 4 órakor mindig kinyílt az ablak. Amikor a főnővér oda ment bezárni, mindig kellemes érzést töltötte el, így tudta, hogy Béla bácsi azt üzeni, minden rendben van odaállt.